Sziasztok! Folytatjuk Hungarikumok sorozatunkat, ezúttal Kárpáti Barnabással. Szia, Barna! Szia, sziasztok! A mai témánk a gulyásleves. Mit tudsz elmondani a gulyáslevesről? Hogy vált a magyar étrend egyik szimbolikus jelképes ételévé? Bármilyen különös, de a gulyás, pörkölt, paprikás nemzeti ételé válása szoros összefüggésben áll II. József reform törekvéseivel. Az uralkodó politikai törekvései erősen veszélyeztették Magyarország jogi különállását, mivel hogy Ausztriával és Csehországgal egy nagy közös birodalom már kívánta olvasztani. Úgyhogy a kiváltságait féltő magyar nemesség a magyar nyelv védelme mellett, persze meg a magyar ruha újbóli divatba hozatala mellett, ebben az egyszerű, alföldi, paraszti ételben vélte felfedezni azt a fogást, amiben meg tud mutatkozni a magyar nép egysége és egyéni jellege. Ugye a hányház annyi szokás alapon valószínűleg minden háztartásban másféle módon készítik a gulyáslevest. De mi az eredeti receptje? Ez egy egyszerű, alföldi pásztorétel. Tényleg a hányház annyi szokás, de én most hadd emeljem ide Gundel Károly szavait, aki ezt mondta, hogy a gulyás bőséges lével, hagymával és paprikával készített, kockára vágott burgonyával és csipetkével készül. A jóféle gulyásleves egyébként rántás nélkül készül, és tényleg a minőségi fűszerpaprika elengedhetetlen része. Ettől lesz meg az igazi zamata neki. És hús nem szükséges bele? Anélkül elképzelhetetlen. Anélkül nincsen gulyás. Marhahús, jóféle marhahús kell bele. Köszönöm szépen, Barna. Hát akkor kóstoljunk marhahúsos gulyáslevest rántás nélkül, eredeti hozzávalókkal. Jó étvágyat, és találkozunk a legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!